Üdvözlök mindenkit a következő Benovelász adásban. Itt vagyok a Sipoly című film nem bemutatóján. Szeretnélek titeket elkalauzolni. Hát most nem a filmet fogjuk most megnézni, én fogom megnézni most a filmet. Kíváncsi leszek az embereknek a reakciójára. Itt van Máté, gyere! Itt van Máté barátom és István barátom is vesz. Egy István barátom most a kamerásom. Itt van Máté barátom. És az István tartja éppen a kamerát és a telefon. És most fogunk bemenni a négyes terembe. Tartják a terembe. Gyere! Gyere! De általában nem ez a hivatalos posztere a filmnek. Nekem az, ami a szobámban van, amit láttatok a műsoromban, nem ez a poszter, de ez nekem jobban tetszik egyébként. Ez jobban tetszik, ez a poszter. Na, a 12. sor, 14. szék. És ott van. Úgy érzem magam, mint egy Woody Allen filmben, de hát mit csináljak? Hát sokan vannak azért. Ez jó lesz. 12. sor, 14. ugye? Igen. Hol? Nekem 16-os. 14. Akkor jaj, a 14-re ülök, gyere. Vamos! Na itt vagyok a moziban, most ki kell gyorsan kapcsolom a kamerát, mert később találkozunk. Sziasztok! Stúdióban fogom elmondani, otthon. De gondoltam, visszajövök egy kicsit a retro helyszínre. Mikrofont megadok. Egy kicsit szórakoztatlak el neteket. Halljátok, amit mondok? Újra a hiadói székben ülök. Thank you.
csak kaptak el. Kapcsoltam a stúdióban találkozom, és én most felmegyek a legfelső szintre. Vigyázzatok magatok! Faszomat csinál ez a vécencséd, le vagy szarva. Várja, nem is lehet kivenni. Jaj, kösz! Ragdasd ki azt a részt, ahol fölmentél. Jaj, kösz! Én már otthon majd a konvertálás után megcsinálom. Ennyi volt, köszönöm szépen!
Ahogy ígértem, a stúdióból jelentkezem. Elvittem magammal a sikolyán arcomat, mindenképpen el akartam vinni. Miért ne? Ragaszkodtam ahhoz, hogy elvigyem, mert nagy nap volt ez a mai, és nagyon jól éreztem magam. Most így arra gondoltam, hogy egy kicsit olyan röviden összefoglalom a mai történéseket. Megkeresem a módszeremet. Az az igazság, hogy jól éreztem magamat nagyon. Remekül éreztem magam, és örültem annak, hogy Máté barátom és István barátom mellettem volt. István nem tudott most adásba jönni, mert amikor mentünk a moziba, ő tartotta a telefonomat, hát nem volt nekem stábom, aki felveszi az adásomat, tehát tudjátok, szinte egyedül dolgozom, állandóan. De valamikor István barátom besegít, és ilyenkor persze, hogy el kell a segítség. Na. Hát, hogy elmondom nektek nagy vonalatban, mi történt. Hát, hogy megnéztem a filmet, és nagyon jó volt a sikolyod. Ugyan nagyon tetszett a film. Megmondom nektek őszintén, kicsit féltem, hogy milyen lesz. Mert igazából azt, hogy beharangozták már 2-3 évvel korábban, hogy mégis lesz egy új sikoly film. Bár borítékolható volt, hogy a sikoly negyedik része után lesz egy folytatás, és ez be is következett. Nagyon örültem neki, de közben féltem is. Én igazából úgy akarom elmondani a véleményemet a filmről, hogy nem akarok poént lelőni. Csak egy dolgot árulok el a filmről, Sydney nem hal meg a végén, és örülök neki. Tehát én annak rohadtul nem örültem volna, ha megölik a karakterét, mert ő mindent túlél, és ő az örök sikoly királynő. Bár most igazából nem ő volt igazából a háttér, most nem ő volt igazából a főszereplője ennek a filmnek, hanem Melissa Barrera, aki egy TV Aztekás színésznő, mexikói színésznő. Egyébként a TV Azteca egy mexikói tévétársaság, aki a Televisának a vetélytársa, és a TV Azteca is készít telenovellákat. Magyarországon volt is Melissa Barrerának egy telenovellája, a Siempre túl Acapulco, vagyis az Elfeledett szerelem címmel ment a Duna TV-n pár évvel ezelőtt, és abban Olvidó szerepét játszotta. Aztán később a Tanto Amor című sorozatban is szerepelt, aki Leonardo Garcia-val volt főszerepben. De most igazából Melissa Barrera most egy komoly babérokra tört, és most ő lett az új sikoly királynő, és ő lett igazából az új sikoly filmnek a főszereplője. Persze Neve Campbell is játszik benne, persze ő is egy komoly szerepet kapó karakter, de ő most, mint ugye, ha egy kicsit háttérbe lett volna szorítva. Ez nyilván azért, mert igazából most nem róla szól már a film, hanem Melissa Barreráról, aki igazából a sikoly első részének gyilkosának a lányát alakítja, és mondjuk azért nem mondok most ezzel kapcsolatban részleteket, mert aki még nem látta a sikolyt, az 1996-osat, az az első rész. Na most a moziban, ami most megy a moziban sikoly film, odaérek, hogy sikoly, de nem sikoly 5, pedig ez igazából az ötödik része a sikoly sorozatnak, csak hát nem írják oda az ötöst. Én a borítóimhoz odaírtam az ötödiket, az ötös számot. Ne haragjatok, nagyon fáradt vagyok, mert nagyon sok minden volt egyébként, ma nagyon sok minden történt.
mert azért ma korábban is ébredtem fel, nehezen ébredtem fel ma, én nem pakoltam ki a táskámból semmira, tehát az az igazság, hogy fáradtan jöttem haza, mert éjszaka, hát nem éjszaka, hát most van hajnali egy óra, és nem akartam most megvárni a holnap estét, meg most megvárom, még elkezd hatni a gyógyszer, az kb. 20-30 perc, addig lezongorázom a mai adást, mert szeretném, hogyha ez most már egyben meg lenne csinálva. Miért ne? És jó volt, elmentünk, találkoztam Máté barátommal, és ugye együtt mentünk, Máté, én és István barátom elmentünk, de ugye nem tudtunk azonnal bemenni a váróterembe, volt egy ilyen szabálya a mozinak, de szerencsére időben bementünk, nem volt semmi gond. Le akartam vezényelni a nyitányt, az overtúrt, és végül megnéztük a filmet, és csak egy volt a problémám ezek, egy állandóan tele volt reklámmal, meg előzetessel az eleje, mert nem, a filmet nem szakították meg, csak előtte volt sok reklám, meg minden, és ez meg idegesített. Szerencsére ezt ki lehetett bírni, nagyon ritkán járok moziba, tehát nagyon kevésszer járok amúgy moziba, én csak akkor nézek meg egy filmet, hogyha nagyon érdekel. És azon kívül megnéztem, nagyon ez az új Sikoly film olyan volt, hogy nem volt kiszámítható, hogy mi fog benne történni, nagyon nagy hangsúlyt fektett az első részre. Tehát igazából az ötödik rész egyfajta visszatérés a múltba, hogy ahogyan szokták ezt mondani. Tehát nagyon fontos az, hogy igazából leginkább a múlt jött elő, volt nagyon sok egyezés az első részből, de mind másképpen alakultak a jelenetek. És ebben igazából a három túlélő, Gail, Dewey és Sidney benne voltak, de Dewey karaktere olyan volt, mint az új Halloween filmben, a David Gordon Green-féle Halloween filmben, egy visszahúzódó remete, aki igazából, akit már tönkretett az élet, meg a sok harcolás a gyilkossal, és rossz volt ezt látni, hogy Dewey ennyire, értitek, ezt viszont kellett így látni. Gail hozta a formáját, én nagyon-nagyon-nagyon bírtam az ő humorát, Sidney is egy olyan, hogy is mondjam, nem mondom, hogy az összes olyan jelenetben benne volt, mert ugye a fő karakterek csak egy kicsit később érkeztek a filmbe, leginkább az új generációra hajazott a történet. Tehát itt van igazából, hogy Melissa Barrera karaktere egy eléggé érdekes volt, aki igazából a gyilkos apját látta a tükörben, tehát aki a gyilkos volt az első részben, és olyan fura volt, kicsit hátborzongató volt az egész. És szerepelt benne Jenna Ortega is az Igen nap című filmből. Nem úgy kezdődött a Sikoly film, hogy az első négy rész készült, viszont nagyon sok, mint mondtam, nagyon-nagyon sok hasonlóság van a részek között. Szabályok, be kell tartani a szabályokat, vagy éppen, hogy is mondjam, igazából ez a lényeg. De vannak azért olyan klisék, amiket elsütnek egy történetben, ez bárki elsütheti, de nagyon kiszámíthatatlan volt az egész. És ez volt, ami a filmnek az alapját adta, nem haltak meg benne annyian, amennyire számítottam. Én megvallom nektek őszintén, én eléggé féltem attól, hogy ez egy szarfilm lesz, de nagyon-nagyon kellemesen kellett csalódnom, mert nekem egy-két jelenetet leszámítva, én ezt a filmet egy 4-esre ítélem az ötös helyett. Azért 4-es, mert van benne egy erős 4-es. Azért, mert remekül fel voltak építve a karakterek, remekül fel volt építve maga a cselekmény, de nem csak az első résznél volt hasonlóság, hanem a negyedikkel kapcsolatban is volt egy kis hasonlóság.
Tehát őszintén szólva, nekem ez nagyon fontos is volt, hogy ezt így leszögezzem. Tetszett nekem az, ahogyan hogy Sidney és Gail szembeszálltak a gyilkossal. Tetszett nekem az egész gondolkodásmódjuk, hogy ők, akik az örök túlélők, és ők képesek harcolni még és értitek, ők már tapasztalatot gyűjtöttek. A legyőzhetetlen nők, sikolyhölgyek. És az, ami már volt benne egy nagyon megdöbbentő és nagyon tragikus jelenet, nem akarok elárulni semmit a filmből, ezt tapasztaljátok meg ti. Nézzétek meg, is döbbenjetek le ti. Én nem akarok elárulni semmit a filmből, de váratlan helyzetek, váratlan szituációk vannak benne, amikor egy gyilkos bármikor lecsapad bárkire, és bárki lehet a gyilkos, tehát igazából az a gyilkos, akiről, tehát a gyilkos olyan személyiség, akiről nem gondolnátok, hogy ki az. És ezt szeretem a Sikoly filmekben egyébként. Ára a Sikoly 2-ben egyértelművé vált, hogy ki volt az, ott azért maga a tettes árulta el magát, már az, aki még nem akarom elárulni, hogy miről van szó, de nagyon tetszett nekem. És főleg azt tetszett nekem az új Sikoly filmmel kapcsolatban, hogy ismét az a ház volt a film végén, mint az első résznek a végén, ahol egy újabb leszámolás történik. És ez nekem nagyon tetszett. Tehát így visszatérés a múltba, amikor a múlt elől nem lehet elmenekülni. És Sidney, aki azt mondta, hogy hiába menekülünk el, mindig megtalál minket a gyilkos. Ezt igazából a harmadik részben vált egyértelművé, amikor Sidney elvonult egy erdei házikóba, és a gyilkos megtalálta, rátalált, és Sidney úgy döntött, hogy elmegy és leszámol vele. Az az igazság, hogy ez a Sikoly filmeket én nagyon-nagyon szeretem, és nekem a legjobban az első és a harmadik rész tetszett. Érdekes módon a harmadik részt nagyon lehúzta a kritika, pedig a harmadik nagyon jó volt. A Sikoly folytatásképpen a harmadik a legjobb az én szememben. Az eredeti az alapból nagyon jó, de mint Sikoly film folytatás közül a harmadik a kedvencem. Az a harmadik. Nekem a harmadik a kedvencem. És nekem nagyon bejött ez a film. És nagyon fontosnak tartom egyébként azt megmondani, hogy elmondom nektek pontosan, hogyan kezdődött a Sikoly iránti rajongásom, mert szeretném, hogyha meghallgatnátok, és kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fog nektek tetszeni. Ez 2000 nyarán kezdődött az egész. A Sikoly 2-t adták az HBO-n. És én elhatároztam, azt én megnézem. De olyan későn adták, hogy én felvettem egy Raks márkájú videókazettára, egy 180 perces videókazettára. És szombaton este, 22-23 óra magasságában felvettem a filmet, és másnap megnéztem, és nagyon tetszett. Nagyon tetszett nekem maga a hangulata a Sikolynak, Sikoly 2-nek. Én a második részt láttam egyébként először, és nagyon érdekelt engem, hogy pontosan mi az előzménye. Hát nem talán, ez az igazság, hogy én nem tudom miért, én sokáig abban reménykedtem, hogy leadja az HBO, meg sokáig vártam, hogy a tévék leadják, de nem történt semmi. Végül 2000 karácsonyán, december 21-én volt az utolsó tanítási nap az általános iskolában, amikor másodszor voltam hatodikos, és iskolai ünnepség volt, minden, és vártam, mikor mehetünk már haza. Haza akartam már jönni, megebédelni, és mert tudtam azt, hogy van egy rendelésem a Dunaplázában, a Hungarotongi Gigasztor, és elmentem megvenni a Sikoly című horrorfilmet. Hát érdekes volt, nagyon érdekes volt ez az egész, mert hazajöttem, megevédeltem, és izgatottan 14 éves voltam, és aztán
Felszálltam a 24-es villamos, elmentem a Nagyvárad térig, és a Nagyvárad tértől a 3-as metróval elmentem a Dunaplázába, ami a Gyöngyösi utcában van, és akkor egy két boltnyi lemez volt, meg volt DVD-kkel, videókazettákkal. Karácsonyi lázban égett a pláza, nagyon-nagyon-nagyon jó pofa program volt, és akkor bementem a boltba, sorba kellett állni, hárman voltak előttem, én kibaszott izgatott voltam, volt nálam, csomó pénz volt nálam, az összes zseppénzem nálam volt, és aztán 6000 valamennyi forint volt, 6200 valamennyi forint volt nálam, és akkor, amikor sorra kerültem, akkor mondtam, hogy én Bánfi Bence vagyok, és a Sikolj című filmért jöttem videókazettán, és akkor kihozták nekem, és úgy nagyon-nagyon jól esett. Meg fogom nektek mutatni, csak az a baj, hogy meg fogom nektek mutatni. Jó volt, mert igazából nem akartam levenni a polcot, de ha már idáig, de ha már itt vagyunk, akkor... Pillanat, türelmeteket kérem, hogyha már itt vagyok, akkor itt van. Bocsássatok meg. Csak. Ha már itt vagyok, akkor már miért nem mutatnám meg a többit is. Na, tehát igazából van, meg akarom nektek mutatni, jaj, nem fog leesélem, de... Így nézett ki a film, és... Ez érdekes volt, így néz ki a kazetta. Így néz ki. Ez egy nagyon-nagyon nagy kincs számomra, mert 2190 forint volt, ilyen nejlonos csomagolású volt, és akkor emlékszem, sokáig fogtam a kezembe, amikor 14 éves voltam, kértem a boltba, adtak nekem egy mintás szatyrot hozzá, és akkor gondoltam, hogy akkor már megünneplem a sikeremet egy kis csokoládéval, vettem magamnak csokoládét, és akkor úgy majszoltam útközben, és olyan, és akkor nézegettem, ugye ez a poszter megvan nekem ott, és mozi siker videón. Ez még a Mirax kiadó, az még a Mirax film forgalmazta. Ó, Istenem! És érdekes volt, mert úgy jó volt, és december 22-én néztem meg itthon a filmet, akkor még ilyen fekete videó magnónk volt, ami az eredeti mozi filmeket ilyen minőségben játszotta le, és ezt nem. Tehát ezt simán le tudtam játszani, és olyan jó volt megnézni, meg úgy élveztem, meg szórakoztató volt, volt pattogatott kukorica. Ugye a közelben volt egy CBA, és most lebontottak, és mindig ebbe a CBA-ba mentem el nagysot venni. Régebben, hát akkor még szinte frissnek számított, mert akkor volt újdonság a CBA közelünkben is. Mini Cartador dobozos jégkrémek voltak ilyen, hú, mennyiért is, 200 forintos áron, vagy 100 valamennyi, nem tudom, de nagyon jó áron voltak, és csokis volt csak, és vettem csokisat belőle. És abból is vettem, meg nagyon szerettem a Csio pattogatott kukoricát, amik ilyen kész, nem ez a mikróban készült pattogatott kukorica volt, hanem én a kész csomagolt pattogatott kukoricát szerettem, a sajtos, hagymás tejfölös és a
sorsát. És megnéztem, és jó volt, kiélveztem a téli szünet első napját, édesanyám barátnői a konyhában volt, hallgatták a Zambó Jimmy-t, és én pedig megnéztem a Sikolyt, és akkor én akkor elvalgontam, lerajzolom a maszkot. Nem tudtam lerajzolni rendesen, emlékszem rá. És élveztem nagyon. Tudjátok, én nagyon szeretem ennek a filmnek a hangulatát, mert nagyon, úgy is mondjam, a háttérzenék azok lenyűgöztek. Azért tetszik nekem ez a Sikoly film, mert van benne egyfajta misztikum. Nem tudom, hogyan magyarázzam el. Nagyon jók benne a karakterek, van akik szimpatikusak nekem, nagyon tetszenek a váratlan szituációk benne, de önmagában a helyszín tetszik. És nekem nagyon, engem nagyon lenyűgözött Marco Beltrami zenei játéka, ez a... Ez az a tipikus, ez a Sikolynak a zenéje. És nekem nagyon tetszik. Tehát az, hogy van az, hogy egyedül vagy egy házban, és közben nem tudod, hogy mikor, honnan jön a gyilkos, és közben szeretsz egy kicsit borzongani. És tetszett nekem, úgymond, Sidney karaktere is. Tehát nekem nagyon szimpatikus volt a magányos lány, aki igazából ilyen kis áldozat karakter. És egy kicsit úgymond együtt éreztem a karakterével, mert én is egy ilyen áldozat voltam, akit az általános iskolában mindig kiközösítettek és bántottak. Tehát rokon szenves volt nekem Sidney Prescott karaktere. Tehát hogyan magyarázzam el nektek, ez sokat jelentett. És önmagában jó volt a maga a történet. Jó, voltak benne durva a zenék is, de ez nem lényeges. A lényeg az, hogy tetszett nekem ez az egész hangulat. Ugye akkoriban nem csak a Sikolyt szerettem a 2000-ben, 2001-ben, hanem a Tudom, mit tettél tavaly nyáron című filmet, illetve a Még mindig tudom, mit tettél tavaly nyáron, de annak nem volt folytatása. Az kb. Ugyanilyen hasonló teeny horrornak számított, mint a Sikoly, de a Sikolynak mindig volt folytatása, míg a tavaly nyáron sztorinak csak két epizódja készült el, és 3-4-5 rész nem készült, tehát azt az alkotók abba hagyták. Tudom, mit tettélnek volt egy ilyen misztikus feldolgozása, a örökké tudom, mit tettél tavaly nyáron. Na mindegy. És igen, szerettem ezt a Sikoly filmet. Aztán ugye volt időszak, amikor ugye nagyon-nagyon sokat megnéztem, ami karácsony után is megnéztem, karácsonykor is megnéztem a horrorfilmet. A 22-én, 23-án is megnéztem. Szenteste nyilván nem lehetett, de 25-én, 27-én is, szilveszterkor is megnéztem. Aztán jött 2001, és akkor én arra gondoltam, hogy akkor megveszem már, hogy egy tönkrement sajnos az a kazett, amire a Sikoly 2-t felvettem, és aztán a MediaMarktban 2001-ben olyan tavasszal megvettem a Sikoly 2-t. Ehhez tartozik a filmzenei albuma is, ami ugye az első résznek is van filmzenéje, de hát aztán volt a szervetet kapni soha. Ez a második rész. Ez a CD-s erekjének számít. És azt a MediaMarktban megvettem, mert a MediaMarktban régebben nagyon-nagyon sok videókazettát árultak, filmes videókazettát. Annyiba került egy film, mint ma egy Premiere DVD. Tehát most ugyan magyarázzam el nektek. A 2000-es évek végén indult ugye a DVD-mánia, és a DVD az nagy dolognak számított Magyarországon, és ugye minden DVD film a 90-es évek végén, 2000-es évek elején, tehát 2000-2001-ben magyar feliratosan adtak ki DVD-ket 7-8 ezer forintos áron. Igen. A szinkron a 80%-ban nem volt a DVD-ken,
a 80%-a magyar felirattal volt elérhető, a VHS kazettákon voltak a magyar szinkronos verziók. Ugye későbbiekben azok a DVD-k, amelyek nem jelentek meg, kerül szinkronba sorozatként, darabjaiként megjelent, de a kerül szinkronba sorozat is abban maradt, és később már külön kijöttek szinkronizálva DVD-k. Például az egyik kedvenc Woody Allen filmem, a Rejtélyes Manhattani Haláleset, soha nem jelent meg magyar szinkronnal, csak sajnos feliratosan, én meg szinkronnal szeretem. Ugye én a FEM3 csatornáról felvettem DVD-re, de aztán le is töltöttem külön a netről. Nekem ugye megvan videókazettán, én megvettem egyébként, amikor megjelent 2003-ban, de szinkronizálva sajnos nem. A lényeg egyébként, elmondom nektek a következőt. A lényeg az, hogy a lényeg egyébként az volt, hogy igen, csak a posztert néztem. A lényeg egyébként az, hogy a filmeket, ugye elkezdtem gyűjteni a zenéket, és 2001-ben végül megvettem a Sikoly 3 című filmet is. Ugye megvettem a filmzenéjét is, de az ilyen metal zenés volt, és nekem az nem jött be, túlladtam rajta. De volt, de akkor felfedeztem, hogy van egy másik filmzenéje is a Sikoly 3-nak, a Marco Beltrami féle Sikoly 3 filmzene, ami ilyen jó pofa topban van. Ugye a kettesnek meg így néz ki a tokja. Hát nagyon nehezen lehetett beszerezni a Sikoly 3-at videó, mert amikor megjelent 2001-ben, akkor nagyon-nagyon nehezen, alig lehetett kapni. Én megvettem végül. És én amikor ezt megnéztem, hát fantasztikusan jó. Annyira szuperül sikerült a harmadik rész. Nekem, mint mondtam nektek, a Sikoly folytatások közül a harmadik rész volt a legjobb. 2001 elég sok mindennek volt az éve, tehát emlékszem, bekerültem a Budai Gyerekkórházba. Én Máté barátom a közelében lakik, képzeljétek el. És aztán az történt, hogy az autizmusom nem volt könnyű már a 2000-es években, a elején sem, meg minden, de a lényeg egyébként az, hogy én ugye bekerültem a kórházba, de szerencsére nem kellett nekem bent feküdnöm. Hát elmesélek nektek egy jó sztorit. Kíváncsiak, hogy akkor át fogtok röhögni, de hát, hogyha nevetni akartok, akkor nevetsetek. Ha otthon van most nektek ilyen pop-popcorn, vagy bármilyen nasi, vegyétek elő, öntsétek egy tálba, és elmesélek nektek egy mesét. Egy igaz történetet. Én nem nagyon szerettem a kórházban lenni, be kellett járni, de bajok voltak velem, magatartásbeli gondok, magántanuló lettem, és bizony, én nem bántottam soha senkit, csak egyszerűen megviselt mindaz, ami az iskolában történt velem. Egy szóval első jelei mutatkoztak az első idegösszeomlásomnak. Muszáj volt, tehát 14 és fél évesen kórházba kerülnöm, és bejárós voltam, és emlékszem rá, hogy akkor kaptam életem első gyógyszerét. Volt egy főorvos, akit utáltam, meg volt egy főorvosasszony, aki engem megszégyenített nyilvánosan, és emlékszem rá, hogy szememre vetette azt, amiről beszélgettünk az alkalmon, most nem fogom részletezni, mindegy. Akkoriban jelent meg a Bombon Irány a Légió című albumuk, és ment a Sebzett szívek a TV2-n premierként. A Rózsadomb környéke nagyon szép volt, csupa rózsa, vörös rózsa, nagyon szerettem a Romantika csatornát, meg minden. Mindig szedtem
rózsákat, amiket édesanyámnak és a nővéremnek hazahoztam, mert akkor a nővérem még itthon lakott. És emlékszem rá, hogy nem szerettem soha a többiekkel együtt lenni, mert ott is gúnyolódásnak voltam kitéve, hogy én a sikoly filmet szeretem, és a sikoly filmekből játszottam el jeleneteket. Igen, most gondoljatok bele, 14 éves magányos gyerek mit csináljon? Nincsenek, nem voltak barátaim. Nem volt kivel beszélgessek. Tehát, értitek? Nem volt kivel beszélgessek annak idején. Egy magányos gyerek egy álomvilágban él, aki ráadásul autista volt, nem tudtam szót érteni a többi gyerekkel. Volt egy fiú, aki állandóan rossz szemmel nézett, és Harry Pottert olvasta, egy csúszdán, és őszintén szóval nem nagyon akartam kimenni, ugye minden nap bejártam a kórházba, és ez ugyan 3 hétig tartott, de őszintén szóval kurvára nem bírtam. De a lényeg az volt egyébként, hogy vettem egy ilyen vettem egy ilyen tini újságot, amin a horrorfilmekről esett szó, akkor vettem először ilyen újságot, és abban volt benne ilyen sikorról egy cikk, azt eltettem magamnak, illetve a kórháznak volt egy nagyon jó pofa kertje volt. És én elszigeteltem magam akkor is a többiektől. Nem akartam velük beszélni, gúnyolódtak rajtam meg, hogy fura vagyok, különc vagyok. Nekik másfajta bajuk volt, maradjunk annyiban, és volt ott egy nagy domb, egy óriás dombos rész. A nyugati pályaudvaron megvett péksütit elmajszolgattam, és leültem a rétre. Egy nagy rét volt, hatalmas dombos rét. Leültem, és akkor néztem a tájat. Ott hegyek voltak, meg minden. És eljátszottam azt, hogy lovagolok. Igen, emlékszem rá. Aztán végre bementek a többiek ebédelni. Láttam, hogy milyen kaja volt. Tök főzelék volt egyik nap. Másik nap valami takonyszerű kaja. Zselés kaja volt. Mondtam magam, azt nem vagyok hajlandó enni. Nem voltam, ez nem volt, ott ingyen adták az ebédet, és különben is én magammal mindig vittem valami kaját, péksüteményt, vittem magammal mindenféle dolgot, tehát szendvicset csináltam magamnak, zsömlével. Hát én ebből a szempontból öngondoskodó voltam, rajongtam a párizsi zsömlért, ugye mind a két, tehát zsömle, párizsi, ketchup, párizsi, zsömle, lecsukva. És imádtam, ez gyerekkorom egyik kedvenc szendvics fajtája volt, és nem mentem a többiek közé, hanem volt egy foglalkoztató terem, ahol lehetett festeni, tévét nézni, videózni, képzeljétek el. És meg is fogom nektek mutatni a rajzot. Itt van egyáltalán, megmutatom nektek. Jaj, bassza meg. A kisebb képek azok itt vannak. Á, megvan. 2001-ben lerajzoltam, lefestettem Ghostface-t. Ez egy 2001-es festményem. A Sikoly 3-nak volt a posztere. Lefestettem. Jaj, vastagot használtam, és kézzetek el, hoztam is onnan el temperákat, hogy itthon is tudjak festeni. És akkor az történt, hogy én egyre több időt töltöttem lent, és én szembe szálltam az ápolókkal. Meglepődtem, hogy nem jöttek le, meglepődtem, hogy nem jöttek utánam, hogy visszavigyenek a emeletre, de most gondoljatok bele, rohadtul nem örültem én annak, hogy nekem ott kell lennem a többiekkel, ahol nem érzem jól magamat. Hogy mindenféle unalmas foglalkozás volt, és zavart. És egyik nap bevittem a Sikoly 2-t videón, képzeljétek el, és kiakadt az egyik nő, és kivette. Hát jó, jó, hogy nem kobozta el, basszus. Hát
Na mindegy, volt is ebből egyébként egy hercehurca, de nem. Nagyon kibarultam egyébként, emlékszem arra a napra. De nem baj, máskor be tudtam nézni. Ben bácsival nem lehetett kiszúrni, másik alkalommal visszavittem, és végignéztem ott. Ott nem ugrált a kép össze-vissza. Aztán, mert utána, miután vége lett a filmnek, ott aztán megnézegettem, hogy milyen filmek vannak, de csupa családi film volt, voltak Palira vettem a papát című film, betettem, megnéztem. Meg ott volt olyan film is, ami számomra pornós anyagot tartalmazott, és ott önkielégítettem. Sem vette észre senki, de leszarom. Minden, nem kell, lehet beszélni róla. 14 és fél éves voltam. Egy kamasznál ez gyakrabban előfordul. Közel ment a szomszéd szobában, ez a mosószobában a mosógép. És akkor láttam életemben először ilyen mosókapszulát. És emlékszem rá, hogy hogy néztem mindenféle filmet, néztem, ott volt a Viaszat 3, akkor ment a Rémrendes család, akkor a Bandiék elmentek, azt hiszem, tekézi, vagy bowlingozni mentek, és volt a Perla, amiben a Roberto börtönben volt, arra emlékszem, és emlékszem rá, és egy trambulin is volt. Ugye ment a Sikoly 2, én amikor ment a Sikoly 2, a gyilkolós részek, és ott volt egy nagy trambulin, ugrabugráltam. Végre annyit ugráltam, amennyit akartam, és nem kellett nekem limitálva legyek. Na, tehát amikor én általános iskolás voltam, a közeli suliban, azóta a második általános iskola, ahova én jártam, ott volt egy terem, amit nagyon szerettem, az Ilka néninek a terme. Az a nő is sokat kiabált mindenkivel, még velem is. És egy ilyen szivacs medencéje volt, meg hatalmas trambulin is. Akkor ugrál, ott én nem ugrálhattam, amikor akartam. Nem ugrálhattam, amennyit akartam. De a gyerekkórháznak az alaksorában igen. Színezhettem a ceruzzákkal. Jó, nekem csak zseléstollaim voltak, de azokat itthon tároltam, pontosabban a régi szobámban tároltam őket egy ilyen kis tároló pohárkában, de ott volt minden, amit akartam. Mi szemszájnak ingere. És hogy elteltek ezek a napok. Aztán jött a délután, és mindig 4 órakor mehettem csak haza. Hát én alig vártam a 4 órát. Persze rohadt éhes voltam. Igazából volt időszak, amikor a szendvics már nem volt elég. Aztán voltak rengeteg háztartási keksz volt kirakva. Loptam. Igen, loptam 20 darabot, betettem a táskába, és azt, ha majd szolgattam a buszon hazafelé, képzeljétek el, amikor a Sikoly 2 táskámban volt, meg minden Walkman-em volt, akkor mindig ugye a Walkman-em volt benne Natalia Oreiro kazetta, meg Erika Iglesias kazetta, aztán Sikoly 2 videó kazetta, hát szuper volt az élet ebből a szempontból. És emlékszem arra, hogy aztán másnap is ugyanígy mentem vissza, akkor esett az eső, akkor nem tudtam akkor csak a kézműves teremben tudtam lenni, szakadt az eső, mert azt terveztem, hogy a kertben maradok, mert volt, amikor a kertben maradtam, és nem akartam ott lenni, és akkor aztán rábukkantam ott egy ilyen pisi szagú, ilyen kis fészerszerűségre, egyik alkalommal, de éreztem a fűnek és a száraz szénának a szagát. Hú, érdekes volt. Meg a természet színjátékát is. Érdekes volt az élet ott. Még nem tudtak velem mit kezdeni. Emlékszem rá, azon a napon, amikor esett az első, és nem tudtam már ott maradni, a menzás kajából egyszer ettem csak, de azt mondom nektek, teletömtem magamat tésztával. Van az a menzás spagetti. Azt mindig imádtam, és így
volt, hogy kézzel ettem, képzeljétek el, és így, így, és le is nyaltam. Képzeljétek el. Ez volt. Nem. És egyetek ide. Azért nekem azért nem csak szomorú volt az életem, de voltak kalandos. Nekem voltak kalandos pillanataim is. Legalább az ember megnevettetem ezzel a történettel. És ezek igaz történetek voltak. És emlékszem rá, nem volt esernyőm, mert amikor aznap mentem a helyre, akkor sütött a nap. De szerencsére, amikor 4 óra volt, csak sár és pocsolya volt, és a busz éppen hogy levitt a nyugati pályaudvarra, és én mindig a 3-as metróval akartam hazamenni, mert imádtam mindig a metrót. És akkor hazajöttem, el voltam, akkor meg itt itthon is videóztam egy nagyot, és akkor aztán bementem a konyhába, mert a konyha mellett laktam, akkor bekapcsoltam a Romantika csatornát, és az aktuális sorozatot néztem, mert nem akartam lemaradni. A Sikolymánia pedig, és ott pedig én játszottam a Sikoly filmekből, adtam elő jeleneteket, előadtam, hogy én vagyok a gyilkos, én vagyok az áldozat, meg ilyesmi, persze rengeteg embert kiborítottam. Az ember egy kis álomvilágot kiépít maga köré, az természetes. Tudjátok? Lehet, ez így most, ti mint külsős emberek, ezen ti nem tudtok, talán nem fogjátok fel, vagy nem értitek meg ezeknek a lényegét, de hogy ez mondjuk egy autista ember, hogy hogyan reagál bizonyos dolgokra. Mert mi autisták hangulatemberek is vagyunk. Értitek? És ezt most nem azért mondom, hogy magyarázkodjak, én csak elmondom nektek a tényeket. És sokszor vagyunk szókimondók. És ezt nem fogom cikinek tartani. Miért? Miért? Nem, én nem leszek ettől trash videós. Tehát én nem fogok olyan dolgot csinálni, amiért most bármilyen rosszat csinálnék. Humort adok nektek. És jó érzés az, hogyha mondjuk valamelyikőtöknek éppen felvidítom valamelyikőtöket, vagy éppen nem tudhatom, hogy milyen nézőm van, aki mondjuk most éppen sír, és mondjuk rossz kedve van, bekapcsol és néz, és ezekkel a szavaimmal, meg ezekkel a történeteimmel, amik megtörténtek, megnevettettem egy kicsit. El tudom egy kicsit felettetni vele a problémáját. Hiszen a nevetés a legjobb orvosság. Ez a lényeg. És elmondom, hogy hogyan szerettem meg egy horrorfilmet. Aztán jöttem, teltek, úgy érdekes 2002-ben már ugye a horrorral kadvát néztem meg, az első, másodikat, és úgy kicsit elkezdtem távolodni a Sikolytól. És akkor ugye későbbi években már megjelentek DVD-n is, szinkronizáltam. Ugye nekem ugye az első rész, ami videón nekem megvan, ugyanilyen borítóval a Mirax által megvettem DVD-n is. De aztán, amikor megjelent a negyedik rész, akkor kiadták az első rész extra változatban. A másodikat azt kaptam a nővéremtől, a harmadikat is tőle kaptam. Ezek is mind szinkronizált verziók. Ez a 3. És ugye 2011-ben pedig a negyedik rész volt a moziban. Ezt itt 3000-ért vettem. De a lényeg az egyébként, hogy ezt mondjuk ezt 2012 elején jelent meg a negyedik rész a moziban. És igen, én nagyon szeretem ezt a filmet, ezt a sorozatot, és szívesen újra nézem. Már volt időszak, amikor nem mertem újra nézni, mert a múltamra emlékeztetett. Mert sokszor szégyeltem azt, ami voltam. És ekkor mondtam magamban, hogy megtanultam azt, hogy nem szabad félni a múltamtól. Elmondok nektek még valamit, egy nagyon fontos dolgot, hogy megismerkedtem egy férfival, akivel együtt voltam, és jól éreztük magunkat, és lenyűgözte az, amit szeretek csinálni. Megmutattam neki az egyik újságomat, nagyon tetszett neki, megdöbbent azon, megdöbbent azon, amit szeretek csinálni, de jó irányban, tehát neki nagyon tetszett az, amit csinálok. Fogunk még találkozni,
ő vele barátság extrákkal kapcsolatot fogok ápolni. Amúgy is rájöttem arra, hogy nekem milyen dolgaim vannak ilyen szempontból. Ezt ugye el akarom nektek így mondani a műsor vége felé, hogy most igazából tisztában vagyok azzal, hogy az autizmusom miatt milyen hátrányokat szenvedek. Milyen hátrányokkal vagyok, és milyen hátrányokat szenvedek el az autizmusom miatt. És én elhatároztam azt, hogy nem akarom ezt. Nem akarok bajt magamnak. Nem azért, mert félek. Itt arról van szó, hogy élnem kell az életemet, amíg még megtehetem. Tudjátok? És ez az én életem, amit én, amiről én döntök, és nem más. Én az az igazság, hogy most próbálok szavakat találni. Tudom azt, hogy Asperger-szindrómással nem fogom megtalálni az igazi boldogságot. Képben vagyok a saját gátlásaimmal, és képben vagyok a saját akadályaimmal is. Mellettem egy pasi nem tudna meglenni, mert nekem vannak olyan dolgaim, ami menekülőre fogná a dolgot, ő menekülőre fogná a dolgot, és nem mindenkinek van türelme egy autistához. Én elfogadtam azt, ami vagyok, elfogadtam mindent, ami vagyok, bár nehezen emésztem meg azt, hogy korlátokkal küzdök. Tehát figyelem az embereket a villamoson, maszk rajtam van, és ilyen megfigyelő vagyok, nézem az embereket. És úgy, néha úgy érzem, hogy néha ugyanaz a gyerek vagyok, abban a pillanatban, mikor látom a tizenéves iskolás kamaszokat felszállni a villamosra, megijedek tőlük. Mert az ilyenek bántottak engem. És úgy érzem magamat, minthogyha ők bántani akarnának engem. És ez olyan dolog, hogy eltelhet bármennyi év, ez mindig bennem fog maradni. És pontosan úgy ugyanez a szituáció a Sydney-vel is, Sikolyból, hogy ő már annyi mindent túlélt, és neki is vannak úgymond egy félelmei. Mert ugye most azt mondjuk, hogy ez a gyilkos állarc, ez a szellem, ez egy úgynevezett démon. Ami démonunk, ami elől nem lehet elmenekülni. Mindig vannak gonosz emberek a világban, akik bántani akarnak bennünket. És én ezt látom a Sikoly filmben is, hogy Sydneynek mindig van valami a múltjában. Az anyja emléke, az anyja bűnei. Mint hogyha a lánynak kéne megbűnhődnie az anyja hibáért. És igazából Sydney most ebben az új részben úgymond beletörődött, hogy jaj, most még egyszer menni kell, még egy menetre. És
És utána még jönnek gyilkosok, még jönnek gyilkosok, még jönnek gyilkosok, és nem lehet tudni, hogy mikor lesz vége. Én erre gondoltam, amikor jöttem hazafelé. Amikor megnéztem a filmet Istvánnal és Mátéval, még egy elkezdtem feldolgozni a filmet, és akkor kezdtem igazán feldolgozni, amikor jöttem haza, és egyedül jöttem haza, amíg egyedül jövök haza, és már barátom elment a vonattal hazafelé, és gondolkoztam. Na mindegy. Mindegy. Tudjátok, erről van szó. Nekem is van egy démonom, amire mindig menekülni akarok. Ez az igazság. Én sokszor álmodom, sajnos, hogy nekem a rémálmokkal kell megküzdenem, a rémálmaimmal, hogy újra suliba járok, hogy újra üldöznek a rossz gyerekek, és hogy újra iskolapadba kell ülnöm azokkal a férgekkel, akik bántottak engem. És szörnyű erre gondolni, hogy ők az álmaimba visszatérnek. Visszatér a régi osztályfőnököm, az Adrien néni, akitől mindig féltem, és akit gyűlölök. Utálom. Mert féltem tőle. Ő lelkileg bántott. Ő is egy ghostface, ha úgy vesszük. Tehát mindig félünk valamitől. Mennyire merünk szembenézni saját magunkkal, és mennyire merünk szembenézni azzal, amitől félünk. Ezt megkérdeztétek már magatoktól? Na most komolyan. Sokszor ezt kérdezem magamtól, hogy egyáltalán megkérdezzük-e azt, hogy mitől félünk egyáltalán? Van, aki semmitől nem fél. Vagy pontosabban inkább azt mondom, vannak emberek, akik azt mondják, hogy nem félnek semmitől, de közben félnek. Féltem korábban videót csinálni. Féltem korábban szembenézni a félelmeimmel. És akkor együtt voltam egy férfival a napokban. Féltem tőle is. De rájöttem, hogy nem szabad félni, mert irracionálisak a félelmeim. Az, hogy egy férfi gyengéd hozzám, együtt töltünk egy délutánt, egymáshoz bújunk, mert ő nagyon szereti, hogyha hozzá bújnak, és hogy ő is ölelhet. Hogy nem bánthat minket senki. És hogy ezt a négy fal között csináljuk. És hogy ezzel senkinek nem ártunk. Akkor nincs miért szégyeljem magam, de amúgy sem lenne szégyelnivalom. Ennyi. Mert a Benovelás televíziónál lehetséges minden, amit szeretek. Ez az igazság. Egyre fáradtabb vagyok, de szeretnék még beszélni. A lényeg az, hogy vannak pillanatok, amikor szókimondó vagyok, és élni kell az életet. Élni kell. Máskülönben nem leszünk boldogok soha. Fel kell vállalnunk azt, amik vagyunk. És itt ez a lényeg. Mindig voltak mániáim, ez minden autistának van egy mániája.
Most ezzel a sikoly filmmel egy kicsit nem csak a filmben tért vissza a múlt, hanem az én életembe is. Ugyos. Kedvet kaptam, hogy megnézem újra az összeset, ami megvan DVD-n, de lehet, hogy csak az elsőt fogom megnézni. Tervezem. Az első rész egy alapfilm, és mindenkinek ajánlom a sikoly filmeket, mert nagyon jók. A második rész az igazából egy ilyen szokványos tini horror jellegű, azt én egy kakuktojás epizódnak tartom. De jó, csak más egy kicsit, nem olyan, mint a megszokott. A harmadik rész Hollywoodban játszódik, szuper atmoszférája van, nagyon hangulatos, és nagyon tetszik. A negyedik az, meg az ötödik az ugyanúgy Woodsboro-ban játszódik, de a negyedik az már egy új generáció kalandjait mutatja be, ahogy az ötödik is. 10-10 év különbséggel. A filmnek. Örültem, hogy megnézhettem ezt a filmet, és örülök, hogy volt lehetőségem megnézni. És várom a DVD kiadást. Persze majd cikkben fogok többet írni a dolgokról, persze az rövidebb lesz, mint ez a videó, mert olvashatjátok a cikket is, mert mindenképpen fontosnak tartom, hogy elolvassátok, hiszen hozzá kell olvasni a cikket, hogy teljes legyen a dolog. De a lényeg egyébként az, hogy én nagyon boldog vagyok most. Úgy visszatérve pedig majd erről a szexuális témáról majd egy köteket kapjam el. Igen, nem szabad szégyelnünk azt, amik vagyunk, tudjátok? Na, igen. Vettem magamnak, hát nem tudtam megállni. Vettem magamnak egy Ricky Martin válogatást. 2000 forint volt, mondtam magamba. Meghallgatom, holnap úgyis cikket írok, és akkor meg lesz a program. Egyébként jó lesz ez. Egyébként kíváncsi leszek rá, hogy nektek hogy fog tetszeni a Sikoly 5. Megcsináltam a posztereit, magyart, meg van a maszkban mentem a poziterembe, kicsit féltem. De ez is egyfajta félelem legyőzés volt. Tudjátok, milyen komoly munka volt ez? Féltem, hogy nem lesz... Féltem. Tudjátok? Hogy valaki gúnyolódni fog, de mondtam magamba, franc megegye a primitív embereket. Már csak azok a primitív emberek, akik gúnyolódnak, de nem volt semmi. Mert tudjátok, hogy az, aki fura, az, hogy azt már rögtön kipécézik. Na mindegy, legyél bátran fura, ez a lényeg. Bátran lehetsz fura, majd azt a könyvet is meg fogom majd vásárolni. Na, most viszont búcsúzom, mert most kezd hatni a gyógyszer. Jól megjósoltam. Hát a következő adásban már egy különleges adás lesz a következő, ugyanis megkaptam egy jó hírt, jó hír, örömhír. Nem sokára meg lesz, már kaptam jelzést, hogy nem sokára megérkezik az Alejandro Sanz új albuma ezüst bakelit lemezen, az általam választott borítóval, és Sergio Dalma új CD-je is, tehát meg fogom nektek mutatni a kiadványokat egy adásban. Érdemes ezt velem tartani. A kiadványok benne lesznek egy műsorban, de külön cikket fogok írni róluk, mert az ugye két különböző. És természetesen majd egy
csomó minden lesz benne. Hát majd meglátjátok, mi lesz. És nagyon szépen köszönöm egyébként, hogy megnéztetek, hogy néztek. Köszönöm szépen. És találkozunk a következő adásban, jó? Sziasztok, és jó, jó ét nektek!